Sohonyai Edit író és Pajor Dóra filmrendező 4 éve tervezik közös filmjük létrehozását. Az idei év hozta el számukra a lehetőséget, és a napokban már az utómunkálatoknál tartanak. A barátságukról, a filmötlet megszületéséről, megvalósulásának nehézségeiről és a rendezői elképzelésekről faggattuk a két fiatal alkotót. Hogyan kezdtél el írni? 18 éves koromban bekerültem egy olyan munkahelyre, ami nem volt igazán az ínyemre, mert hát én számok közé talán nem vagyok való, és munkahelyett a munkahelyemen írtam meg első regényemet a főnököm legnagyobb örömére. Azóta számtalan írásod jelent már meg, több regényed is. A mostani témánk azonban egy filmforgatókönyve. Ez hogyan született? Hát, itt akkor egy kis történetmesélésbe kell fognom. A harmadik regényem, a Tarka bab, az egy mezőföldi kutatómunkának az eredménye. És megírtam a könyvet, ki is adták állami támogatással, és én ezt a könyvet úgy, ahogy volt, besülyeztettem a szekrényembe, mind a 2500 példányban, ugyanis nem vagyok egy menedzser típus, és ott is lett volna, ha egész véletlenül nem jön egy barátnőm, és nem kezd nekem könyörögni este 8-kor munka után, hogy most azonnal menjek vele, mert egy barátnője vérbefagyva fekszik otthon a szőnyegen, és nagyon fontos lenne életet lehelni belé, mert másnap színházi főpróbája lesz. És hát nem nagyon volt ínyemre a dolog, mert nagyon fáradt voltam, de mivel hát van egy kis közöm a természetgyógyászathoz, ezért úgy éreztem, hogy jó, hát persze segíteni kell, és akkor elvittek. Ott találtam a szőnyegen feküdve Pajor Dóra rendezőnőt, akiről csak később tudtam meg, hogy rendező, mikor már elkezdtem a kis testét kimozgatni, hogy az idegbecsípődése helyre jöjjön. És akkor beszélgetés közben kiderült, hogy rendező, a Sorbonnon végzett Párizsban, én az, hogy már 3 regényt írtam, és akkor cseréltünk címet. Ilyen egyszerű? Igen, ilyen egyszerű, tehát a véletlenem múlt. Azért térjünk vissza egy picit még az íráshoz. Említetted, hogy a Tarka bab mezőföldi történeteket vonultat fel, vagy mutat be. Úgy tudom, hogy a csoportkép is mezőföldi történeteket dolgoz fel. Mennyire fontos neked ez a kötődés a mezőföldhöz? Hogy jutott eszedbe, hogy ott történeteket keres? Hát nekem az egész családom az itt él, már nagyon régóta. És hát Hantos és környéke, Perkáta, akkor hát főleg ez a két település. Egyébként ez vissza is köszön, és Tetű Pesta, aki a csoportkép főszereplője, Hantoson él, tehát egy valós személyiség, és rengeteg történetet hallottam róla, és nem lehetett kihagyni. Tehát a Tetű Pesta szalámival a hóna alatt, fél részegen mit csinálta az utcákon, ez egy ilyen szájhagyomány ott azon a részen, és én ezt leírtam. Szerinted ilyen szempontból elképzelhetetlen akkor ez a történet mondjuk az Alföldön, vagy Magyarország más területén? Nem. Én úgy gondolom, hogy ez egy tipikus magyar sors. Nem az alkoholizmus, hanem az a millió. Tehát a 70-es években lehetett érezni, én akkor voltam kicsi. És lehet, hogy szegények voltak az emberek, de volt egyfajta békesség. Tehát úgy kis piszka, szurka piszka azért persze volt, de én ezt a hangulatot próbáltam megfogni. És hát Pajor Dóri is szintén átélte, úgyhogy közös élmények alapján. Elolvasta a Tarka babot, és megtetszett neki a stílusa. Maga könyv kissé széteső, úgyhogy az annyira nem tetszhetett neki. És akkor kért egy filmnovellát, amit megírtam, és aztán átszaptuk. Tehát tulajdonképpen ez a Tarka babnak a forgatókönyv a helyszín, változata? Tehát csoport, község az a közös bennük, de minden más már későbbi szülemény. Tehát elmondom a főszereplőket, tehát Tetű Pesta az létező személy Hantoson. Az ő csodálatos szerelme, Tombor Rózsika, akit Király Anna formál meg nagyon-nagyon jól. Ő már az én jó téteményem azzal a szegény emberrel, mert nem létezett soha párja Tetű Pestának. Fütyöri atya, a falu központja pedig itt Fehérváron, a Fiskális úton, Ervin atya.
őróla mintáztam, mert ő olyan kis tündér, és annyi szeretetet sugároz, és olyan hatással van a közösségére, hogy mindenképpen úgy éreztem, hogy megörökítendő. Nehéz összehozni egy ilyen filmet? Az anyagi vonatkozására gondolsz? Akkor itt el kell, hogy mondjam, hogy ez a film nem jöhetett volna létre a mi fővédnökünk Nagy Sándor segítsége nélkül. Ő a Fejér megyei önkormányzat alelnöke, és az ő harcos kiállása nélkül bizony nem tudtunk volna mit csinálni. De pályáztatok is pénzre, ha jól tudom. Igen, hát amit meg is vontak volna tőlünk, hogyha ő nem lép közbe. Szóval nagyon nehéz, senkihez nem tartozóként, nem vagyunk egyik érdekközösségnek a tagja, Budapesttől távol vagyunk, így nagyon nehéz bármiféle munkát megalkotni. Egy írónak milyen érzés az, hogy amit ő megálmodik, vagy leír, és arra gondol, hogy majd elképzelik ezt az olvasók? Imádlak ezért a kérdésért. Hát ez az életem egyik csodája. Tehát mindaz, amit én itthon röhögcséltem az íróasztal mellett, és az én fejemben, ahogy, és akkor ezt a Dóri megcsinálta, és akkor látom, hogy mit küzdöttek vele. Hát ez nagyon, teljesen tudom mondani, milyen jó érzés. Ott voltál a forgatásokon? Nézted a persze, folyamatot? Persze. Míg ők kint voltak a 40 fokos tűzőnapon, addig én úgy elültem az árnyékba, illetve szerepeltem is benne. És nem volt olyan késztetésed időnként, hogy úgy ezt ne csináljátok, ne így csináljátok, nem. Úgy csináljátok? Én el voltam ragadtatva az elejétől a végig. Lesz-e még közös produkciótok? Hát én már terveim vannak, és hát persze most az írás fázisában vagyok, és reméljük, hogy lesznek. Istennyira ez a szerelem. 4 évvel ezelőtt a Mozgókép Alapítványhoz adtuk a forgatókönyvünket, ott nyertünk egy kis pénzt, de hát ez még nem volt elég ahhoz, hogy megcsináljuk a filmet, és kell találnunk tőkerős producert, vagy televíziót, aki beszállna a filmbe. Csak a producert megtaláltuk, úgy nézett ki, hogy nyáron elkezdünk forgatni, nagy boldogságunkra, aztán jött itt a kormányváltás, és minden megváltozott. Ekkor én visszavettem a jogokat azzal, hogy a sugárzási cserében, és elhatároztam, hogy saját magam meg fogom csinálni a filmet. És végül is sikerült, ez elkészült, illetve most már úgy néz ki, hogy a napokban fejeződik be az utómunkálatok. Hol forgattátok?
Gárdonyban élek, és mivel nagyon kevés pénzünk volt, ezért olyan helyet kell találnunk, hogy ne kelljen sokat utazgatnunk, meg mivel tudtam, hogy sok mindent nekem kell csinálni a filmben, nagyon kis tábbal dolgoztunk, tényleg egy 5-6 fő dolgozott a filmen, tudtam, hogy ez nekem ilyen 24 óra lesz, tehát nem férne bele még utazgatás, vagy ott alvás való, tehát egy olyan környezet tehát kell találnom, ami az én közelemben van, és iszonyú nagy szerencsémre, nem is tudom, szóval létezik három olyan ház Gárdonyban, ami még a Gárdonyófalu része, az olyan, mint egy kis Hollywood, ott van kis kastélyok és hatalmas kőfalak között, ez a három kis parasztház, kis udvarral, olyan, mint a mesékben. Úgyhogy itt sikerült leforgatni a filmet. Mi volt az, ami téged leginkább megragadott az Editnek a írásában, munkájában? Mi volt az, ami nem hagyott nyugodni, mert hiszen 4 éve készülsz arra, hogy ezt vászonra vidd? Hát azért, mert hogy közösen csináltuk, szóval én is ugyanúgy benne vagyok ebben a forgatókönyvben, és nem tudom, szóval én olyan típusú ember vagyok, hogy ha amit elkezdek, akkor szeretem végigcsinálni, és egyáltalán szerintem nem is lennék sikeres az életben, és nem is jutnék tovább, hogyha ott hagytam volna. Tehát úgy éreztem, hogy addig nem tudok másik tervet keresni, illetve úgy keresgettem, de semmi nem tetszett, vagy semmihez, tehát kell az ember életében sikerélmény, tehát hogy valamit befejezzen, ahhoz, hogy túl tudjon lépni. Milyennek találod a mai magyar filmet, és a saját filmedet pedig mondjuk hová helyeznéd? Kiknek az utódaként említenéd? Ja Istenem, a forgatókönyv alapján sok mindenki szakmabelével beszéltem, és akkor mindenki azt mondta, hogy olyan cseh filmes hangulatú, mert vidéken játszódik, meg helyes figurák között a történet is maga helyes, nincs benne káromkodás, erőszak, az emberek szeretik egymást, tehát hogy egy olyan kis békebeli történet, a 70-es évek, az érdekes, onnan nem ezt a korszakot szokták boldog békidőknek nevezni, de nekünk, akik a 70-es években voltunk gyerekek, nekünk ez az volt. És tehát volt egyrészt ez a cseh filmes megítélése, akkor a Bacsó Péter is olvasta a forgatókönyvet, még a Mozgókép Alapítvány neki adta ki véleményezésre, ő pedig azt mondta, hogy hasonlít a Helyiség Kalapácsához. Én tulajdonképpen még a cseh filmekhez valamennyire rokonítanám, de nem cseh film, szóval ez annyira magyar film, és most ez olyan furcsának fog tűnni, így az én számból, de nincs párja ennek a filmnek, szóval semmi ez nem hasonlítható. Ugye te Párizsban tanultál, és hát nyilván a filmtörténetben megvan neked is a magad kedvence, hogy kit tartasz példaképednek? Uh-huh. Példaképemnek senkit, mert de nagyon szeretem például a mai a közül Kusturicát borzasztóan, a Wim Wendersnek volt egy korszak, amit nagyon-nagyon szerettem, az utóbbi filmei már nem annyira, és ki is. Sokan vannak, de mondjuk nekem a Kusturica az abszolút kedvenc. De nem példakép, hanem az ő filmeit imádom és falom. Kitől tanultál szerinted a legtöbbet? Tulajdonképpen minden filmből lehet tanulni, és a nagyottól. Úgyhogy rengeteget olvastam, rengeteg filmet nézem, még a mai napig is régi filmeket is, és kifejezetten elemzésszerűen is szoktam nézni filmet. Tehát úgy is szoktam nézni, többször megnézem, visszajátszom, volt, hogy lekockáztam. Például a Wendersnek volt olyan filmje, amit egy-egybe leírtam magamnak minden beállítást. Tehát szoktam ilyenekkel szórakozni, megszámolom, hogy hány. Tehát ha valami nagyon tetszik, akkor rá akarok jönni, hogy milyen hatással éri el, mert ezeket gyakorlattal lehet, ugye a mi fejünkben, rendezők fejében lehet egyfajta elképzelés, de ezeket csak gyakorlatban tanulhatjuk meg, hogy tudjuk kifejezni a saját gondolatainkat, vagy amit úgy mondjuk, hogy az agyunkban olyan könnyedén ugye végpereg. Szeretni fogják ezt a filmet, szerinted? Igen, én úgy érzem, hogy igen. És ebben az egyben bízom, ettől, hogy amatőr szereplők, hogy kevés pénz, hogy egy csomó mindent nem enged tehettünk meg. Tehát azon látszani fog, hogy kevés pénzből készült, de nagyon édes film lesz, szóval szeretni fogják nagyon az emberek szerintem. Abszolút a szeretet jön le, hogy szerettük egymást, hogy egy nagyon helyes kis csapat volt, nagyon aranyosak voltak a szereplők. Mennyire érezted meg azt a hatalmat, amit egy ilyen fajta rendezés? Igen. A hatalom nem volt, hanem egyszerűen tudom, hogy erőszakos voltam, és
Olyan típusú ember, hogy meghallgatom, én tudom, hogy egy kicsit hibám, meghallgatom mások véleményét, viszont nagyon határozott elképzelésen vannak dolgokról, és nagyon nehezen tudnak ebben megingatni. Úgyhogy ez nem hatalom a rendezőnél, hanem csapatmunka, de azért mégiscsak a rendező filmje.